Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ulrik István, a magyar parlament képviselője a KDNP színeiben. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Brajer Péter vagyok, üdvözlöm a kedves nézőket. Ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5784 IR havának 9. napján van, és tudják, Omert is számlálunk. Az Omer számlálás 24. napján. Aki nem tudja, mi az Omer számlálás, a mai rabbival való beszélgetésnél megtudja. A polgári időszámítás szerint 2024. május 17-e van és péntek. Ma a Pászkálok, az Andorok ünneplik névnapjukat. 117 évvel ezelőtt született Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok, vívó. Róla is beszélünk a nap folyamán. Heti szakaszunk az Emor, amit majd külön műsorban láthatnak, még az ünnep beállta előtt. A magyar bankok középárfolyama az euró 387.63, míg az amerikai dollár 356.93, és aki Londonban készül, illetve Angliába elköltené a pénzét, az 541 forint 79-szel számolhatját. A BUX 68.825, az OTP 18.285, míg a MOL 3030 a várható időjárás. 11 és 18 fok között várható, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, és vigyenek magukkal esernyőt. És figyeljék most beszélgetésünket Hollik Istvánnal, a Fidesz volt kommunikációs igazgatójával. Mi a véleménye arról, hogy mi történik a szomszédunkban? Fico urat lelőtték. Hát megrendítő. Elnézést. És innen is kívánok a Fidesz KDNP nevében gyógyulást a miniszterelnök úrnak. Reméljük, én most azt olvasom, hogy az életveszélyen már túl van, tehát a műtétek sikerültek. Ugye reméljük a legjobbakat, de hát az biztos, hogy jó sok időre kiesett ő a munkából, ami azért teremt egy új helyzetet, mert mi Robert Ficóra szövetségesként tudtunk számítani nagyon sok ügyben, és a legfontosabb ügyekben is, tehát a tagállami szuverenitás kontra európai bürokrácia ügyében is, és hát ami meg még égetőbb probléma, a háború kérdésében is nagyjából ugyanazt az álláspontot képviselte, amit mi. Tehát ő világossá tette még a megválasztása előtt, hogyha ő lesz Szlovákia új miniszterelnöke, akkor Szlovákia sem pénzt, sem pedig fegyvert nem fog adni Ukrajnának, mert ő sem szeretné azt, hogyha az országa belekeveredne ebbe a háborúba. Tehát rá a béke törekvésekben tudtunk számítani, így, hogy most ő jó időre kiesett, valószínűleg a nyomás rajtunk még nagyobb lesz, még nagyobb teher fogja a magyar, elsősorban a miniszterelnök úr vállát nyomni, hogy ki tudjon állni a béke mellett, hiszen azért mégiscsak arról van szó, hogy vannak, akik ezt a háborút pártolják, ha megengedi, én azt is mondanám, hogy ezt a háborút szítják, és aki háborút képes szítani, képes saját politikai, gazdasági érdekei miatt emberek életét feláldozni, mert hogy ez történik. Az mindenre képes. Az más típusú erőszakra is képes. Ez teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nehéz időket élünk meg. Ezekben a nehéz időkben, amikor hihetetlen nagy a háborús kockázat, én már ne arra úgy, de úgy kapkodom a fejemet, hogy olvasom, hogy a NATO katonai bizottságának elnöke azt üzeni Európának, hogy bizony fel kell készülni a nagyháborúra. Utána másfele fordulok, azt látom, hogy Macron egy ilyen
Twitter, most már X videójában azt mondja, hogy hát bizony, hogyha az ukránok nem tudják tartani a frontot, akkor nekünk is be kell szállnunk a háborúba. De lukra futott, mert a kínai elnökkel is tárgyalt, és Kína nem igazán szeretne ebbe az egészbe beszállni, se pró vagy kontra. Ő neki ez a helyzet, amiben Oroszország van, Kínának jó, tehát ez egy langyos víz. De Kína nem fog beszállni sem a háborúba, sem a háború ellen. Macron viszont erre számított, hogy ő rájuk majd számíthat. Hát de akkor van egy rossz hírem, hogy ezt a videót arra az X-re, ahol egyébként ilyen elvileg állampolgári kérdésekre válaszolt, ezt azután töltötték föl, miután a kínai elnökkel találkozott. Tehát a kínai elnök ki találkozó után ugyanaz volt Macron álláspontja, hogy bizony lesz egy olyan pont, amikor Európának be kell szállni a háborúba. Képviselő úr, szeretném megnyugtatni, hogy Franciaországnak nincsen erre katonája. Franciaországnak van egy idegen légió, ami teljesen más fegyverzet, küldtek fegyvereket Ukrajnába, ami ott nem felelt meg. Az ő idegen légiósai egész másra vannak kiképezve, és nem az oroszok ellen. A baj az, hogy mégiscsak Emmanuel Macron Franciaország vezetője. És hogyha ő most arra győzködik... Az Európai Unió egyik legerősebb tagá. Az és mondjuk azt is el, hogy politikai értelemben, ha most egyáltalán, ha a kínai elnök vagy az amerikai elnök ugye föl akarná hívni Európát, akkor ugye a híres mondás szerint ugye nem tudom, kit kell hívni, no most aztán végképp nem tudom, kit kell hívni, de ha egyáltalán valakit meg lehet levezni, hogy ki az, aki most Európa legerősebb emberének tekintető, akkor az Emmanuel Macron. És hogyha Emmanuel Macron azon az állásponton van, hogy bizony itt be kell lépni a háborúba, akkor az nagyon nagy baj. És az is nagyon nagy baj, hogy se szeri, se száma azoknak az európai politikusoknak, akik azt gondolják, hogy nekik az lenne a dolguk, hogy felkészítsék a saját állampolgáraikat arra, hogy bizony itt Európában háború lesz. De hát nekik nem ez lenne a dolguk, könyörgöm. Hát nekik az lenne a dolguk, hogy az európai embereket megvédjék a háborútól. Nem az, hogy felkészítsék őket, hogy bizony itt fel kell készülni ön a háborúban, nem kell felkészülni, a békéért kell tenni. Iskolai évvel a De Gaulle nevét. Feltételezi, hogy De Gaulle ellen esetben ugyanúgy, mint Macron fölhívta volna Putyin elnököt? Nem, lépett volna, de megnézte volna, hogy mibe keverheti a világot. Azt gondolom, hogy ezt a helyzetet, ugye a probléma az, hogy van egy világrendszerváltás, ugye a világrend korábban sok évtizeden keresztül, tulajdonképpen a második világháború után arra alapult, hogy Amerika ösztönözte a világot arra, hogy hozzanak létre nemzetközi szervezeteket, katonait is, meg kereskedelmit is, meg mindenfélét, ENSZ, NATO-t, szabadkereskedelmi egyezményeket is, ezt a világrendet valójában, ezeket a testületeket is ő irányította. Tehát egy unipoláris világrend volt, ahol Amerika dominanciája megkérdőjelezhetetlen volt. Ez meg egyébként a hidegháborúról is igaz volt, amikor egyébként Amerika és a Szovjetunió de küzdött egymással. De a Szovjetunió egy piros vonalon akkor is beszélgetett egymással. Így van. Emlékszünk a kubai esetre is. És most ez a világrend változik meg, hiszen vannak más nagy... Feltörekvő nagyhatalmak, mint Oroszország, mint Kína. És a probléma az, hogy sokan a nagyhatalmi szereplők közül ezt a konfliktust arra használják ki, hogy a saját pozícióikat erősítsék a másikkal szembe. És ez nagy probléma, mert amíg Amerikának, aki egy óceánnyira van innen, neki lehet, hogy ez az orosz-ukrán háború pusztán csak egy világhatalmi játszmának a része. De mi itt élünk a szomszédban. Tehát amíg neki nem drága egyébként további fegyvereket küldeni és ösztönözni azt, hogy ez a háború tovább folytatódjon, azért, hogy ne kelljen elszenvednie Joe Bidennek azt a belpolitikai kárt, hogy esetleg vagy kudarcot, hogy ebben a háborúban az elfoglalt álláspontja az hibás volt, és adott esetben emiatt megbüntetik ők a választók, ezért nekik nem drága az, hogy tovább szítsák a helyzetet, tovább fokozzák a háborús hangulatot, és mindenkit megpróbáljanak belenyomni ebbe a háborúpárti ennek lehet, hogy igaza van, de minek utána ismerjük az Amerikai Egyesült Államok összetételét, értjük, hogy mi ez a VOK,
értjük, míg ezek a palesztin baráti tüntetések az amerikai egyetemeken, nem vagyok meggyőződve arról, hogy az amerikaiak jól fognak választani. Majd meglátjuk, egy biztos, hogy nekünk nem Amerikával kell foglalkozni, hanem Magyarországgal. Hanem pontosan ön, aki három gyerek édesapja, gondolkodnia nekem, kell azon. Nekem egyetlen egy dolgom van, országgyűlési képviselőként, édesapaként is, hogy ezt az országot, egy családomat megvédjem a háborútól, és szerintem erre a legjobb lehetőség tényleg július 9-e, mert itt akkor tudunk egy üzenetet küldeni, hogy mi magyarok megtanultuk a 20. századnak a nagyon keserű és fájdalmas leckéjét. Mi, amikor háborúba keveredtünk, belerángattak bennünket, akkor nem volt erőnk kimaradni, akkor mindig rosszul jártunk. Sok tízezer, sok százezer magyar pusztult el a világháborúkban. Éppen ezért mi nem akarunk még egy háborút, nem fogunk részt venni semmilyen háborúban, és annak ellenére, hogy minket ebbe bele akarnak nyomni, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy nem csak az, hogy mi ne vegyünk részt benne, hanem azért is, annak érdekében is, hogy ez a háború minél hamarabb lezáruljon. Mert nekünk az az érdekünk, hogy végre béke legyen, akkor a magyar gazdaság újra meg tud indulni, akkor talán az európai gazdaság is észhez tud térni, mert ami most van, a háború, meg az elhibázott szankciók, amiből egyébként csak jelzem mindenki, hogy éppen a 14-et készíti elő az Európai Unió. Tehát úgy gondolja, hogy ha 13-szor nem sikerült, akkor majd most 14-szer sikerült. Tegnap sokat beszéltünk, ajánlom a nézőknek, hogy nézzék vissza tegnapi erre vonatkozó adásunkat, a Közel és Távol Kelet Breuer módra, ahol egy egész órán keresztül erről beszéltünk. Képviselő úr, nagyon köszönöm, hogy elmondta a véleményét, és bízom benne, hogy meg tudja védeni hazáját és a gyerekeit is. Nekem is ez az érdekem, és szerintem ezért minden dolgozunk. Magyar állampolgárnak. Ne felejtsék el, június 9-én el kell menni választani, nem csak a helyhatóságra, hanem az Európai Unióban is. Most viszont következik egy jelölt, aki a helyhatóság jelölt, dr. Hunval György ügyvéd, aki valamikor már a 7. kerület polgármestere van, megnézzük, hogy sikerül neki az újrázás. Ó, de nehézre kell beszélni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.